Kedves végzős diákok! Az elmúlt két órán az Európai Unióról, annak történetéről, intézményrendszeréről, természeti adottságairól, népességéről, gazdasági és politikai földrajzi sajátosságairól tanultatok. Mint ismeretes, az érettségi tananyag az EU 8 tagállamának részletes földrajzi jellemzését is tartalmazza. A Brexit után ebből már csak 7 maradt. A mai és a következő órákon ezekkel az országokkal fogtok megismerkedni, és lássunk is hozzá, ma Németországot és Ausztriát szeretném nektek bemutatni. Amint a térképen is láthatjátok, a Német Szövetségi Köztársaság a kontinens központi részén fekszik, és széles tengeri kijárata van. De nézzük meg pontosabban. Az ország Közép-Európa északnyugati részén található, és az északi, valamint balti tengertől az Alpok hegyláncáig terjed. 9 szomszédos országa van, ezek a következők. Dánia, Lengyelország, Csehország, Ausztria, Svájc, Franciaország, Luxemburg, Belgium és Hollandia. A Német Szövetségi Köztársaság az valamikori európai gazdasági közösség egyik alapító állama. Az EU legnépesebb országa, ugyanakkor negyedik legnagyobb területű állama, és ez a jelenlegi terület 1990 óta Németország újraegyesítésétől áll fenn. Nézzük a felszíni jellemzőket és a nagytájakat. Ha ránézünk a térképre, már is láthatjuk, hogy felszíne változatos, és délről északra haladva lépcsőzetesen lejt. A következő nagytájakat tudjuk rajta elkülöníteni. Először is délen az Alpok hegylánca húzódnak, csúcsaik közel 3000 méter magasra emelkednek. Tőle északra a Schwab-Bajor-medence terül el. Az ország központi részét a Német Középhegység tagjai foglalják el. Ilyenek a Harz-hegység, az Érc-hegység, a Türingiai erdő, a Fekete erdő, a Cseh erdő, a Rajnai Pala-hegység. A Rajna völgye ugyan nem különül el teljesen a többi nagytájtól, mégis gyakran önálló domborzati egységként, önálló tájegységként szokták említeni. Az ország északi részén pedig a német alföld húzódik, amely ugye az egykori jégtakaró helyén található. Nézzük meg egy picit ezeket a nagytájakat közelebbről. A német Alpok legmagasabb pontja, a Zugspitze, 2963 méter. Látni a képen is, hogy jellemzőek ezekben a magasabb régiókban a kopár szikla rengetegek, a jégmart, a hegyormok és a vele együtt a glaciális felszín, a hegygerincekkel, a cirkuszvölgyekkel, amelyekben nem egyszer kis tengerszemek húzódnak meg. Az is látható a felvételen, hogy a hegylábaknál kiterjedt tűlevelű erdőségek vannak. A német középhegység egyik tagja a Fekete erdő. Erről mindenkinek legelőször a Duna forrása jut eszébe. Azt viszont kevesen tudják, hogy tőle nyugatra Franciaországban a Vogézek helyezkednek el, amely nem más, mint a Fekete erdő testvér hegye. De miért is? Ugye a két hegységnek nagyon hasonló jellemzői vannak. 1400 méter fölötti magasság, hasonló felépítés, felszín, és ez arra enged következtetni, hogy az egykor egységes hegytömböt a Rajna árkát kialakító tektonikai süllyedés osztotta ketté. A Rajnai Pala-hegység nagyjából ugyanazt a középhegység jellegű tájat mutatja. Ennek tagjai viszont alacsonyabbak, nem érik el az 1000 métert, és kiterjedt lombhullató erdőségekkel borítottak. Itt található ennek a tájegységnek az észak-keleti részén a széntartalékairól ismert Ruhrvidék is, de a vidék altalajában még érceket is találunk, különösen fontos a vasérc. A Rajna völgye az ország egyik legsűrűbben lakott területe és vezető iparvidéke. A képeken is lehet ezt látni.
A német alföld kicsi egyenlőtlen felszíne a negyed időszak morénái, negyed időszakban képződött morénák által borítottak. Ezek között elég gyakran tavak húzódnak, ahogy a jobboldali képen is lehet látni. Az altalajban só, kőolaj és földgáz fordul elő, és fontos kihangsúlyozni, hogy az alföld az egy fontos mezőgazdasági terület, de egyes részeit erdőségek borítják, különösen bükkösök. Németországra három éghajlat típus jellemző, ezek észak-nyugatról délre, délkeletre haladva váltják egymást. Így említhetjük a mérsékelt óceáni éghajlatot, amely csapadékosabb, az átmeneti mérsékelt szárazföldi éghajlatot, amelyet az ország legnagyobb részén találunk, és a délen előforduló és magassághoz köthető hegyvidéki éghajlatot. A vízhálózat sűrű, a fontosabb folyókat az imént bemutatott hegyész vízrajzi térképen is láthattátok. Ezek a Rajna, a Weser, az Elba, az Odera és a Duna. Fontos nagyon, hogy ezek a folyók folyami hajózási útvonalak. A hegységekben, de a német alföldön is glaciális tavak sokasága található meg, ilyen például a Bodentó, amelyen Németország, Svájccal és Ausztriával osztozik, illetve a Himsee, szintén az Alpok lábánál. Mint a képeken is látható volt már, és említettem is, elég nagy kiterjedésű erdők és alpesi legelők alkotják a növényzetet. A jobboldali képeken pedig a Duna forrását, illetve a Bodentavat láthatjátok. Németországot 83 millió ember lakja. A többségük német, természetesen a jobboldali kördiagramon is láthatjátok, hogy a németek aránya eléri a 80%-ot. A többit európaiak és más kontinensről bevándorolt népek teszik ki. Az utóbbiak közül a törököket, az arabokat és az afrikaiakat szeretném kiemelni. A törökökről csak annyit, hogy a közel 4%-ot kitevő népcsoport a 20. század második felében érkezett Németországba vendégmunkásként. Németország ma is migrációs célország, ugye, és sajnos előfordulnak beilleszkedési gondok, ami szociális feszültségekhez vezethet. A kereszténység a legelterjedtebb vallás, ezt körülbelül egyforma mértékben teszik ki a protestánsok és a katolikusok, emellett elterjedt az iszlám, főleg a bevándorlókra jellemző vallás, és fontos azt is kihangsúlyozni, hogy a népességnek több mint egyharmad része vallás nélküli. A népsűrűség térképről azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az ország nyugati része nagyon sűrűn lakott, ezt ugye a sötétkék és sötétebb zöld színű foltok jelzik, míg a keleti ország részben ritkább népesség fordul elő. A korfa, amit a szövegtől jobbra lent láthattok, arról tanúskodik, hogy Németországra is a demográfiai előregedés folyamata jellemző. Látjuk ugye, hogy a középkorúak teszik ki a társadalom nagy részét, és a korfa alsó részén ugye a fiatalok aránya egyre kisebb lesz. A városlakók Németország népességéből több mint 85%-ot tesznek ki mára. A táblázatban és a térképen a legfontosabb városokat láthatjátok. A táblázat adatai természetesen csak tájékoztató jellegűek. Ugye ebből látszik, hogy Berlin a főváros a legnagyobb népességű városa, aztán Hamburg, München, Köln és Frankfurt. Nagyon fontos odafigyelni a kikötővárosokra. Németországnak egy sor folyami és tengeri kikötője van. Nézzük egy picit az előbbieket. A Dunán nagyon fontos Regensburg. A Rajnán pedig Köln, Düsseldorf és Duisburg. Az északi tengerpartokon is sok kikötő van, az északi tengeren Hamburgot említeném, a balti tengeren pedig Kiel városát.
Németország közigazgatása egy picit eltér a romániaitól. 16 szövetségi tartományra oszlik az ország, ebből ugye három városi körzet. Ez nem más, mint Bréma, Hamburg és Berlin. Bizony, a tartományoknak saját alkotmánya van, saját költségvetése, parlamentje, kormánya és fővárosa. Ezek nyilvánvalóan nem ez nem a szövetségi főváros, ugye ezek a tartományi fővárosok, ilyen München is például Bajorország tartományi fővárosa. Mi jellemzi a gazdaságot? Itt röviden próbáltam nektek néhány gondolatban összefoglalni. Ugye Németország az Európai Unió és egész Európa legfejlettebb állama a világon, pedig a negyedik legerősebb gazdasággal rendelkezik, az Amerikai Egyesült Államok, Japán és Kína után. Melyek a vezető iparágak? Ugye elsősorban az energetika, a villamosenergia ipar, a gépgyártás, a vegyipar, bár elmondhatjuk, hogy az ország minden iparág terén jól teljesít. Jobb oldalt a táblázatban feltüntettem az energia ipar, az energetikai ipar szerkezetét. Ugye ebben látható, hogy a különböző energiahordozók milyen arányban vannak jelen a villamosenergia termelésben. Láthatjuk, hogy a megújuló erőforrások 35%-ot tesznek ki, az ásványi szén 36%-ot, a többit pedig egyéb energiaforrások. A gépgyártóiparról is híres, különösen a járművekről, a vegyipar a műanyaggyártással, a gyógyszergyártással van jelen főleg, ugye, és nem hanyagolható el nyilván az élelmiszeripar sem, amelynek terén Németország szinte teljes egészében önellátó. Ez annak is tulajdonítható, hogy mezőgazdasága nagyon fejlett, intenzív, korszerű, és az alacsony foglalkoztatottság ellenére nagyon magas a termelékenység. Ugye a mérsékelt övezet minden termesztett növénye jelen van, és nem is akármilyen mennyiségben. A közlekedési hálózat rendkívül fejlett és korszerű. Ugye említettem már a hajózást a folyamokon, és ugye itt kiemelném a Duna-Majna-Rajna csatornát is, de az országot sűrű műút és autópálya hálózat szövi át, sűrű vasúthálózat, amely gyors személy- és áruszállítást biztosít. A Németország a turisztikai világszervezet statisztikáiban a 9. leglátogatottabb országként szerepelt nemrég. A néhány diakocka a fontosabb látnivalókat fogja bemutatni a következőkben, de előbb nézzük meg a termelő gazdaságot képekben. Ezek a képek segítenek nektek elsajátítani a fontosabb iparágakat. Mindegyik kép tehát valamilyen iparágat sugal a termékeken keresztül. Látjuk ugye a személygépkocsikat, a telefonokat, a gyógyszert, a tejtermékeket, és így tovább. Az iparvidékekhez is hoztam egy térképet, láthatjuk, hogy a legtöbb a nyugati ország részben van, többek között a Rajna-Ruhr iparvidék, amely az ország vezető iparvidéke, a Rajna-Majna iparvidék, a Rajna-Neckar vagy a Stuttgarti, és a keleti ország részből a berlini iparvidéket emeltem ki. Na de nézzük a nevezetességeket, ugye, és általuk a turisztika különböző formáit. Ugye ezen a képeken olyan célpontok, látnivalók szerepelnek, amelyek a kulturális turizmushoz kötődnek. Ugye Bajor Lajos híres romantikus kastélya, a Neuschwanstein az Alpokban, München, Köln, Heidelberg, és még sok más történelmi város, Berlin, ugye az ország fővárosa, továbbá a Bajor Alpok és a Bodentó. A Bodentó, ugye mivel az ország déli részén helyezkedik el, olyan klímájú területen, amely sokkal kedvezőbb, mint az északi tengerpartok, jóval nagyobb turista forgalmat jegyez, mint a partvidékek északon. És akkor most térjünk Ausztriára. Az Osztrák Köztársaság Közép-Európában helyezkedik el, a Duna középső szakasza mentén.
Észrevehető a térképen, hogy nincsen tengeri kijárata, de épp a Duna az, amely pótolja a tengeri kijárat hiányát. 8 országgal szomszédos, ezeket a következő térképen fogjuk látni. És terület szerint az Európai Unió közepes nagyságú országa, és népesség szerint is közepes lenne, a 14. helyen áll. Az ország 1995 óta csatlakozott a tagja az Uniónak, tehát 95-ben csatlakozott. Itt vannak tehát a szomszédos országok, Németország, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Szlovénia, Olaszország, Svájc és Liechtenstein, utóbbi kettő nem uniós tagállam. Ezen a térképen a fontosabb nagy tájakat tüntettük fel. Nem ennyi van, de egy kis általánosítással az ország vezető nagy tájai lennének. Az ausztriai Alpok, ugye, amely a terület 60%-át foglalja el, tőle északra az Előalpok dombsága, illetve az ország észak-keleti részén a Bécsi medence. Vegyük észre a folyókat is a térképen. Nézzük a domborzat sajátosságait. Láthattuk tehát, hogy uralkodó felszínforma a hegység. Az ausztriai Alpok a Grossglockner csúcson 3797 méterre emelkedik. A hegylábi dombság ugye átmenetet képez az alacsonyabb területek felé, ez az Előalpok lenne, a legalacsonyabb térség pedig az Alpok és Kárpátok között húzódó Bécsi medence. Fontos az is, hogy az Alpoktól keletre, bár ezt nem jelöltük a térképen, óidei és középidei rögök húzódnak. Na most ezek Magyarország területéig nyúlnak, itt Magyarországon ugye az Alpok alja tájegységét alkotják. Erről tanultunk már az iskolában. Az ausztriai Alpok két fontosabb vonulatra oszlik, ugye a kristályos vonulatra, illetve a mészkő vonulatra. A kristályos vonulat lenne a magasabb. A nyugati ország részben foglal helyet elsősorban, és jellemző rá a glaciális domborzat nagymértékű elterjedése, és most is foltokban örök hóborítja. A mészkő vonulat ezzel szemben alacsonyabb, bár itt-ott eléri a 3000 méter magasságot is. Jellemző rá a glaciális felszín is ezért, és a mészkőhöz kapcsolható karsztfelszín. Tehát a formák egy része ugye a vízoldó hatása által alakult ki. Az Előalpok, amint mondottam, ugye egy átmenetet képez a hegyek és az alacsonyabb területek között. Láthatjuk a képen, hogy növénytermesztésre, állattenyésztésre alkalmas terület, és itt-ott erdőségek, lompulató erdők borítják. A Bécsi medence domborzata általában 100-200 méter magas, és a hegyek lábától a Duna völgye felé fokozatosan lejt. Mintegy 2 millió ember lakik ezen a viszonylag kis területen. Az éghajlat általában átmeneti mérsékelt szárazföldi, de ezt ugye a magasság növekedése is befolyásolja, és elhatárolhatjuk ezen belül a hegyvidéki éghajlatot, és 3000 méter fölött ugye a hideg éghajlat örök hó kialakulásához vezetett. Legfontosabb folyóvizeit itt is felsoroltam, de mint mondottam, a térképen is látható a Duna, az Inn, a Mura és a Dráva. Az Alpokban és a hegyek lábánál ugye glaciális tavak sokassága található, ilyen a Vörti-tó, a Bodentó, a Hallstatti-tó, természetesen nagyon fontosak a turizmus szempontjából. A természetes növényzetet az erdőségek és az alpesi legelők alkotják. Ezek fontosak a szarvasmarha tenyésztés szempontjából. A népesség ugye közel 9 millió, 2019-es adat alapján. Többsége természetesen osztrák, ez annyit jelent ausztriai, német, de ugye más népcsoportok is élnek, különösen a határzónákban, a keleti ország részben sok a magyar, ezen kívül szláv népcsoportok, a szlovén, a horvát, a szerb és mások is előfordulnak. Természetesen itt is vannak más földrészről bevándorlók.
a keresztény vallások teszik ki a népesség nagy részét, ezen belül a katolikus vallás a legelterjedtebb, láthatóak az adatok is zárójelben, a protestáns közösség követi, és egyéb vallások 20%-ot tesznek ki a népességből, de vannak természetesen vallás nélküliek is, tehát vallási hovatartozás nélküliek. A népesség egyenlőtlenül oszlik meg az ország területén, ezt a jobboldali népsűrűség térképen is láthatjuk. A pirossal jelölt sűrűn lakott területek az Alpok hegyláncát mintegy kikerülve a szomszédos domb és medence vidékre tevődnek. A korfa itt is a demográfiai előregedésről beszél, láthatjuk a fiatalok arányának csökkenését és a felnőtt lakosság magas arányát. Fontosabb városai az 1,9 milliós Bécs, ő a szövetségi főváros, aztán Graz, Linz, Salzburg és Innsbruck a népesség csökkenő sorrendjében következnek. A közigazgatást illetően hasonlóan Németországhoz itt is szövetségi államról beszélünk. A baloldali térképen a szövetségi területeket láthatjátok, a 9 szövetségi tartományt, és jobboldali térképen pedig a tartományi fővárosokat, amelyek közül néhány neve elhangzott már. Ami a gazdaságot illeti, fejlett a II. Világháború után igen meglendült, erőteljesen iparosodott. Legjelentősebb iparágai a bányászat, jelen van ugye a só, a földgáz, a kőolaj és az érce kitermelése, a villamosenergiaipar, a kohászat és a faipar, erre vonatkozó képeket is láthattuk a jobb oldalt. A mezőgazdaság vegyes és intenzív jellegű gabonát, gyümölcsöket, szőlőt és ipari növényeket termesztenek, és jelentős a szarvasmarha állománya is. A közlekedési hálózat az Alpok vidékén is fejlett is korszerű. Az autópálya hálózat is az ország területéhez képest sűrű. A vasúthálózat úgy szintén, és jelen van a hajózás a Dunán és egyes tavakon. A bécsi repülőtér pedig Közép-Európa harmadik legforgalmasabb légi kikötője a németországi Frankfurt és München után. És szintén a turisztikai világszervezet adatai alapján, ugye Ausztria a 12. leglátogatottabb országként szerepel. A nevezetességeket illetően ugye az első számú turisztikai régió az Alpok lenne, ahol ugye a hegyvidéki turizmus van jelen. Olyan képeket választottam, amelyek nagyon forgalmas helyeket mutatnak be, ilyen a Tachstein, a Mészkőalpokban, a híres Hallstatttal, de a környék síterepei is nagyon-nagyon fontosak. A síterepek egyébként egész Ausztriában nagyon elterjedtek. További nevezetességek ugye a tavak, illetve a tavak partján kifejlődött üdülő turizmus, ezek valóságos rivierák lennének a tengerpart hiányában. Ilyen a Vörtitó, az osztrák rivierának is szokták említeni, illetve a Bodentó. És végül ugye a városok a kulturális turizmus legfontosabb célpontjai. Bécs, a főváros, ugye Salzburg, Mozart szülővárosa, továbbá Innsbruck, Graz és Linz. És ezekkel a szép képekkel szeretnék elköszönni, és a következő óra anyagát bejelenteni. Molnár Zoltán tanár úr fogja nektek a következő két Európai Uniós tagállamot bemutatni. Jó tanulást kívánok!